Üdvözlöm, kedves barátaim! Ma beszélünk egy kicsit arról, hogy hogy lehetsz gazdag igazából. Vagy mit jelent, hogy gazdag lenni, mit jelent, hogy szegény lenni. Gyakorlatilag most mindenki akarja sikeres lenni, és gazdag, mert most erről beszél az egész világ, legyél gazdag. De mit jelent gazdag? Most, hogyha mi megnézünk statisztikát interneten, akkor fogunk látni, hogy hát gazdag, mint siker. Igen, de interneten lehet látni, hogy melyik ország sikeres, amelyik országnak több kőolaja, gáz, arany, másféle drága kövek, nemes fémek, és így tovább. Nézzünk előbb egy sztorit, mihez vezet az egész gazdagságra vágyó, és utána meghatározunk, mi a valós gazdagság, jó? Bhagavad Gita arról tanítja, hogy van vágy gazdagságra, amit úgy hívják, hogy káma. Azt mondja, hogy ha káma, vagy ez a vágy elégedetlen, akkor króda, akkor az eredmény a düh. Ember dühös lesz, hogyha az én vágyaim nem teljesülnek. De mi lesz azzal emberrel, aki tud teljesíteni vágyakat? Hogyha a káma vagy a vágy teljesítve van, akkor loba, mohóság, mohóságot eredményez. Ez lesz. Amikor minden jön össze, valamelyik vágy teljesítve van, az már sikerült, akkor még többet, mohó vagyok, valami nem sikerült, dühös vagyok, és ez minden egy ilyen dű, gonoszság, macárja, irítséget fog eredményezni. Szóval a Bhagavad Gita pszichológia szerint az anyagi vágyok nem tudnak eredményezni békét és nyugalmat és boldogságot. Ezzel kapcsolatban el tudok mesélni régi ős orosz mesét, az aranyhalacskáról. Hogyha emlékeztek, volt öreg néni, öreg ember, és nagyon szegények voltak, egy ilyen, nem is tudom, ilyen földházba éltek, és csak egy fa teknős volt, ami meg volt repedve. Az öreg ember halász volt, és a kék tenger partján lakták. Akkor elment horgászni az ember, bedobta a hálóját, kihúzta, akkor csak kihúzta víznövényeket. Másodjára kihúzta, akkor semmit. Harmadjára bedobta a hálóját, kifele húzott, és látta, csak egyféle halacska van benne, nem is nagy, de aranyszínű. Hazavitte volna az a öreg asszonynak, de a halacska mondta, mondd meg, mit szeretnél, csak engedd el engem. És akkor mondta az öreg, nekem nem kell semmi, én elégedett vagyok azzal, ami van. És akkor elengedte a halacskát. Hazajött, kérdezte az asszony, na mit fogtál? Hát semmi, igazából volt egy aranyhal, ami mondta, bármilyen vágyat teljesíti, de mondtam, hát nekünk nem kell semmi, minden megvan, amire van szükségünk. És elengedtem. És akkor az öreg asszony tőbe gurul. Ó, te őrült, ostoba öreg ember. Hát nézd meg, hogy élünk. Nincsen házunk, egy földből készült házba élünk, megrepett teknőse. Kérjél egy normális házat. Akkor visszament, akkor kérte, akkor hívott a halacskát, próbálok rövidíteni, jó, mert minden, gondolom mindenki ismeri ezt a sztorit, és akkor hívta a halacskát, mondta, hát öreg asszony mondta, mégis kérjek valamit, kérjünk egy házat, mondta, jó, persze, menj csak haza nyugodtan, jön haza, akkor ott van egy ház, siker élmény. Az asszony még jobban dühös lett. Azt mondta, hogy mit képzelsz magadnak, öreg? Miért csak ezt a egy házat kértél? Menjél vissza aranyhalacskádhoz, és kérjél tőle, hogy én szeretnék, hogy legyen nekem egy birodalom. Visszament, mondta, hívta a halacskát, mondta a halacskának, ne haragudj, de teljesen megőrült az asszonyom. Azt kérte, hogy legyen egy birodalom. Egy, hogy mondják, nem a birodalom először, hanem
földes úrnő akar lenni, csak egy mondjuk egy falunak az irányítója. Egy palu, kisebb palota. Jó, akkor mondta, mennyi csak haza, öreg. Jön haza, akkor látja, ott már nagy ház, vannak szolgák, nem is engedték az öreget a öreg asszonyhoz. De aztán mondta, én vagyok a férje, jó, akkor beengedték, akkor mondta, na, kedves asszony, kértem neked ezt, elégedett vagy? Mit képzelsz magadnak, öreg ember, teljesen kiéltél az eszedet öreg korára. Mennyi és kérje, hogy én legyek a királynő. Persze, megyek, visszament, kért, Hallacska mondta, persze, jön vissza, akkor már egy nagy terem, palota, minden csodálatos, sokan nagy, katonák, szolgák, minden van. Az egész királyság, minden, és akkor megint valahogy visszaengedték az öreg asszonyhoz, és akkor mondta, kedves asszonyom, akkor most jó? Mit képzelsz, öreg ember? Semmi eszed nincs, semmi, te miért mindig csak ennyit kérsz? Én szeretnék, hogy az óceánoknak is legyek az irányítója, és a halacska legyen az én kis futárom. Ezt uhajtott, akkor jó, ment vissza, mondta halacskának a öreg asszonynak a vágyát, nem válaszolt semmi a halacska, csak visszafordult és beugrott a tenger mélyébe. Jön haza az öreg, akkor mit lát? Ott ül az öreg asszony a földház mellett, és akkor megrepel teknősnél. Ez lett az eredmény. Szóval mindig mohóság, mindig veszteséghez fog vezetni. Szóval ez nem gazdagság. Hogy valaki káma és a krodha és a rajaguna szamudba vál, aki ezzel a kámával a vágy teljesítése, ez az élet célja, sose lesz elégedett, hogyha az egész világ lesz az övé. Ugye azt mondja, ki a gazdag és ki a szegény? A szegény az, akinek kevés, ami van. Gazdag az, akinek elég, ami van. Akkor lehet, hogy neki sem. Mint az öreg ember, ő gazdag volt már első pillanattól, hogy látjuk. De a védikus írások meghatározzák, mi a gazdagság. Először mondják, hogy a szó gazdagság azt jelenti, hogy dána, a kincs, az igazi kincs, ez a dána. És mondják, hogy ki a szegény. Prema dána vina vyarta daridra dzsivanam. Daridra dzsivana az azt jelenti, egy szegény lélek. Ki az, aki szegény? És akkor mondja, prema dána, először meghatározza, hogy a dána a kincs. Prema dána, hogy a kincs ez a szeretet. Melyik a lelki Isten irányi szeretet? Prema ez az Isten irányi szeretetet jelenti. És ő mondja, szóval a kincs, ez nem a pénz. Aki szeret, az igazán gazdag. De azt mondja ez a vers. Prema dána vina vyarta, akinek nincsen ez a szeretet. Aki nem rendelkezik Isten irányi szeretettel, az daridra dzsivana, az a szegény lélek. Ez más szavakkal fordítva, aki rendelkezik lelki Isten irányi szeretettel, az gazdag. Akarsz gazdag lenni, akkor csak ez. De hogy lehet elérni ezt a szeretetet? Az nem lehet megvásárolni, az nem lehet csak úgy letölteni internetről, azáltal, hogy szolgálja valaki Istent, és Isten elégedett lesz, és akkor szívből felébreszti ezt a szeretetet. Szóval ez megint anyagi úton nem érhető el, csak Isten szolgálat által, vagy Isten képviselő, lelkitanító mester szolgálat által. Írjátok kommentekbe, ti mit hallottatok, vagy mi a ti véleményetek gazdagságról, ki a gazdag, és majd folytatjunk. Remélem, hogy mindenki egészséges. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, Hare Krishna!